Kíváncsi leszek a BTC. Elnézést. Szép jó estét mindenkinek, kis nem bakival. Nem mondtad, hogy élő. Nem, várjál, élő. És akkor élő. Okay, rendben csapó van. Kettő, tehát csapó szép kettő. Jó estét mindenkinek. Üdvözöljük a nézőket, Massim MTCC záró futama, Eastern Cape-ből. Így van, az én élen. Jó magam, legjobb tudomásom szerint Fáj András vagyok, a kommentátor társam meg, ha jól tudom, Zsebe József. Valami hasonló, így van. Na és hát. Mindeközben a srácok már nyomják az időmérőedzést, részformációként a felkészülési hotlapon. Dani végzett elől, Norbi előtt, 31-2-ből is Norbinak 31-3-as ideje volt, a harmadik helyen pedig Tomi 78 volt, 31-7-tel. Tehát a csapattársak Dani és Norbi eléggé elverte a mezőnyt egy 4 tizeddel. Részinformáció. És aki elsőnek kim van a pályán, ki más lenne, mint az egyes rajtszám a pozícióban elhelyezkedő Tomi. És a pálya Eastern Week, azt mondtad? Így van, mondtam. Jó. Én nem ismerem, életemben nem hallottam róla, nem is láttam most a srácoknál a szabad edzésen. Tehát pályaelemzés nem tudok mondani, széles, látszólag gyors pálya. Na és Tomi meg is kezdi az első gyors körét. Microphone muted. Egy órás gyorsan lemegy. És nézzük, hogy mire lesz képes. Az volt, hogy a szektorokat se tudom, hogy hol van. De ezt pillanatokon belül fog derülni. Hát nem lesz sok lehetőség a gyors kör megfutására, egy kettő, nagyon szűke három kör. Az első szektora pedig vagyok 24.875 volt. És ami nagyon nagy meglepés volt nekem itt az időmérős során, mondva a szabad edzésen, hogy Brian ott volt a második helyen. A második szektorot, aminek 32-1-0-3. Azt mondd, menj nekem, Norbi merre van? Norbi... keresem, de itt volt még a szabad edzésen. Itt van Norbi, kérlek szépen, a 17. pozícióban. Altat a fiú. Majd kitérünk erre is, hogy... mik az esélyek a bajnoki cím? Valahol szalonnát sütnek, elnézést kérek, csak jön be a szag. És az első kör az 1.32, nem, 1.31.972, ami 2 tizeddel rosszabb a leggyors, legjobb körétől eddig Tominak. Na, Giorgio Berci, Sean Bookert. Brian jön a 6. helyen, aki gyorsabb volt Tomit áll, de az utolsó szektorba kapott tőle, sőt Normitól is 1 másodpercet. Norbi 1.31.3. Hoppá! Norbi. Megy a bajnoki címér. Így van. Így van, és én közben váltok egy nézőpontot más, így, nem így. Így. Akkor Tomi kim van jelenleg. Még egy körön, de sok, 3 tized. Meg kéne kedves Danit keresni a mezőnyben, hogy ő hol helyezkedik 12. el. 12. 1 másodpercet kap jelenleg. Reméljük a kedves nézők hoztak elegendő folyadékot erre az egy órára, hiszen tikkasztó meleg van. Az a baj, hogy nem tikkasztó meleg van, hanem izzadságos meleg van inkább. Hát az hát a... nem tudom nálatok hány fok van, de itt Egerben ma is, tegnap volt ilyen 32, ma már 33-34. Hát nem tudom, itt panelházban átlag 30-35 fokos a hőmérséklet. Kint hadd ne mondjam, hogy még több, tehát meleg. Nagyon én, meleg. Én megmondom neked, hogy az én szobámat állandóan süti a nap, tehát nem akarom megmondani, hogy hány fok van a szobámban. Dani bejön a 11. helyre, 1.33.7.
akkor aki még magához képest javít, oppá, egy kicsit a hátsó szekcióból, 12. helyen G-Style, ki magától itt a második szektorban 5 tizeddel volt gyorsabb. Tomira érdemes amúgy figyelni, 84 ezred az első szektorban Orbihoz. Harmadik helyen van jelenleg. És G-Style a hetedik helyre följön. Egyébként sok információ lesz majd itt, ami el fog hangzani, nem csak a bajnokság állása és az esélylatogatások, hanem a tévével kapcsolatosan is, amit már a cseten néhány néző olvashatott is. De sok középső szektorban már 5-10. Mondjuk. Második helyre jó lehet. Most nem tudom, hogy Tomi hogy áll a bajnokságban így fejből, meg nem mondom, szégyellem magam. Hát azt majd a nagy szünetben megtudod. Addig övezze titok. Övezze a titok, fájt le ezt a dolgot. Micsoda költői hangulatomban vagyok, és jön be Tomi. Napszúrás kaptál biztos. A boxba. Nem voltam napon, úgyhogy nem hiszem. Na de kérem szépen, Norbi. Hát mire készülsz, Norbi? 218 ezer a második szektorban. Na még mondd ki háromszor a nevét, hát Norbi, még jobban, Norbi. Gyorsabb lesz. Norbi, és 31-2. 103 mondja egy napot. Mi? Semmi. Nem ismered ezeket az óvodás vicceket. Egyszer mondtok valakivel valamit ki, azt kell gyorsan mondani, hogy 103 mondja egy napot, amelyik és napot mondja szerencséd befutón. És nem tud javítani. Negyedik marad. Ötödik helyen viszont Dani elég konkrétat tud javítani, és csak egy tizedre van Norbitól. Én itt ez a pálya is mint egy sivatag közepén lenne, tehát hány fok lehet vajon? Nem tudom. Nem akarom tudni. Én se. És hát akkor közérdekű közlemény, aki szereti az autósportot, és most kérek a tévévezetőtől elnézést, hogy a hétvégén a 12 havont egyszer megrendezendő Le Mans 24 órás verseny van. Ez itt a reklám helye volt. Második szektorban 4 tized Norbitól csak 2-re. És azt hiszem, hogy ezután a dupla után jön itt a célegyenes. Így van. De most kíváncsi leszek rá, hogy ez a pályán hol lehet előzni? Hát az egyenesbe. 29, 30, 31, 31, 4, Norbi 39, 60-nál tart. Pontosan 1, 39, 64. Hát jó. Miért nincs meglepődve az ember? Másfél perccel a vége előtt úgy állunk, hogy Norbi, Dani, Brian, Tomi, Getfly, Jojo, Nagy Zsolt, aztán Kopi, G-Style, Zsozsesz az első 10, 11. helytől lefele pedig Misi, Bercisan, Bucher, Csaba, aztán 14. helyen Szentpéteri, Péter, 15. Dietrich, 16. Red Bull, de hát ő nem érdekel. Hát te meg a 17. vagy. Ha. Na, Dietrich, nézzük őt. Fú, de nehéz lesz kimondanom, hogy Dietrich. Dietrich. Majd ahogy jön. Hát ez egy... Na, 1.39. 1. Hát ezt most hagyjuk. Miközben figyelem itt Tomit. Hát sok, nagyon sok. 9 tized, atya úristen. Hát Norbi odapakolta. Ezt nagyon odapakolta Norbi azt az 1.39-en. Nem bízza véletlenre a srác. Brian egyébként a harmadik helyen. Az első szektorban 85 ezreddel gyorsabb magától. Brian a harmadik. Ez a nap kellemes, mert de széles volt meglepetése. Nézzük, ez is sok lesz. 54, 56 tized. Magától is sokat kap.
közben lejárt az időmérő edzés. Így van. És ha jól látom, akkor Tomi kap még egy kört. Bizonyám, Tomi el tudott jönni még egy körre. Pont éppen hogy. Három tized. Egyet előre jöhet, hogyha ezt tudja tartani, Brian meg lehet neki. Talán még Dani is. Buchert benezavarjon ott. Szépen szűken tudja venni ezt a kanyart. De nézzük, ez jónak néz ki. 56. 6 tized, sok, nagyon sok. Az még azért jó. Egyet biztos, hogy tud javítani. Zsozsasz a 6. helyre jön föl. Egy helyet javíthat Tomi, hogyha tudja ezt. Ezt most, ha így tudja hozni tovább, tartani ezt az 5-6 tizedet, akkor egyet előre lép. A Dani már nem lesz meg, de a 3. hely meg lehet neki. Itt van a célegyenesben, nézzük a végét. Nem akartam beleszólni, hogy Getfry jön az 5. helyen. Bizonyám. Hoppá, 4. Tomi maradt ott, Getfry az 5. Hoppá. Nagy Zsolt pedig szélárnyékot használva a 7. ugrik fel. Igen. És hát... Ennyi. Így van, ez volt az időmérő. Amit, hát nem meglepetés, de Norbi nyert. Dani előtt, Brian a 3., Tomi a 4., Getfry az 5., Zsosz a 6., Nagy Zsolt a 7., Giorgio a 8., Kopi a 9., G-Style a 10., Misi a 11. Na, ezt a nevet hogy mondjam ki? Tehát Bercisan, Bercisan, vagy valami ilyesmi, akkor Bercisan maradjunk ennyiből a 11. Bucher Csaba a 12. Szentvéteri Péter a 13. Dietrich a 14. És... Egy valaki eltűnt. Dani eltűnt a mezőnyből. Hoppá, a második helyről. És akkor elmegyünk egy 2 percre, és hamarosan érkezünk a pontversennyel. Thank you.
vissza is tértünk, kedves nézőink, hogy ígértük a reklám után. Csokolom, csokolom, Anetka vagyok. Üdvözlünk, Anetka. És akkor itt van a hallgatók között, akit külön, hogy is mondják ezt, tisztelettel és szeretettel kell üdvözölni. Kuti Horváth Csaba személyében. Szia, Csabi! Ó, üdvözlünk, Kuti úr! És akkor gyorsan egy egyéni pont. Remélem ez nem hallatszódott be. Gyorsan egy egyéni pontversenyt. Amit Norvi vezet 230 ponttal, Tomi van mögötte 210 ponttal, Turi a harmadik 198 ponttal, Brian 179, Hudu 177, Dani 163, Getrai 158, Nagy Zsolt 146, Giorgio 133, Kazár 112, Tejo 100, Buchert 96, Zsozsesz 61, Benga 52, és a 15. pozícióban G-Style 51 ponttal rendelkezik, a többieket majd a későbbiekben. A csapatpontverseny, Project Racing 477 pont, Dragat Ganassi Racing 368, Tip Top Porsche Racing 341, Formula Racing 327, Sam Crow 167, Falker Racing 166, Page City Porsche Team elnézést kérek 312, a Gap az a 165 pontja van, HP Racing 77, Plan B Motorsport 53, DJ Racing 44, Bamboo Porsche 43, és a 12. egyben utolsó pozíciót 9 ponttal Junior Team foglalja el, fogalmazott gyártót vettem be. Ez volt a csapatpont versenye. És ránézek én itt a tv.alfamoreracing.hu-ra. Te ahogy nézem. Szia, Sini! Gyakorlatilag Norbi és Tomi között dőlhet el a bajnoki cím. Bár látva Norbi tempóját, hamar el fog dőlni, hogy kié lesz, ha megnyeri az első futamot, gyakorlatilag bajnok. De még nem lefutott a dolog, majd ez ki fog derülni, többiek már nem nagyon érhetnek föl. Sőt, Turi lett volna, de ő nincs is itt. 20 másodperc és jön majd a felvezető, addig azért újságolok én is egy-két dolgot, hogy a holnapi naptól teljesen megújul az Alfa Racing TV, tehát teljesen új elérhetőségünk lesz, illetve megújult külsővel fogunk jelentkezni, rengeteg sok extrával, folyamatosan jönnek majd az új reklámanyagok is, és hát a nyár közepétől, illetve nyár végétől új bajnokság, új ligák köszönhetünk majd. A jelenlegi oldal majd úgy körülbelül egy hétig fog üzemelni, utána ez az oldal meg fog szűnni és az új hivatalos oldal fog üzemelni, de természetesen addig az egy hétig fel lesz itt tüntetve az új oldal elérhetősége. Úgyhogy tessék majd kattingatni az új oldalra holnapi naptól, és nézni bennünket minden nap. Így van. És akkor Benji Kimrét is üdvözöljük a cseten, még el nem kezdődik itt a rajt. Ő is kötekszik, hát ne kötekedjél, drága Jimikém. No csak, miért kötekszik a... Hát mert most mindenkinek ilyen kötekedős hangulatja van a cseten. És mi a probléma, tárgya? Hát az, hogy nincs angol kiejtésem. Ja, hát... Jó mondom, nem akarom, hogy legyen most angol kiejtésem, mert olyan nyűgi vagyok. Megvisel ez a meleg. Hagyjuk az én angol kiejtésemet is egyébként, tehát senki nem akarja azt hallani. Megpróbálkozhatok vele, de hát inkább nem, mert akkor csak röhögne mindenki. Így is röhögnek. Tök mindegy. This is the beginning of the beautiful friendship. Ugye kedves Csabi barátom átérzése, rajtrács az úgy áll föl, hogy Norbi, Dani, Brian, Tomi, Getfly, Zsozsesz, Kopi, G-Style, Bertisan, ezt el kellett gondolkozni. Jó sokáig tartod, hogy kimondtad a nevét. Szentpéteri, Dietrich, Nagy Zsolt, Giorgio, Misi, Bucher, Makáku és End of the... Nem is tudom, hogy van angolul hirtelen a rajtrács. Na ebben majd kérek egy kis segítséget a kedves... Hogy hívják őket? TV-nézőktől?
Azaz, Negos, Start Guild rajtrács angolul. Haha, magamtól eszembe jutott. Okos gyerek vagyok én. Mudez pedig megkukult. Micsoda? Semmi. Én most éppen halálomon vagyok, olyan meleg. De ne legyél halálodon, amikor adás van, na. Ne izguljál, hogy elrajtolnak, úgy be fogok pörögni, hogy az csak na. Üdvözöljük egyébként az ifjú Bencsiket is. Reméljük... Ezt az előbb elmondtam amúgy, de... Nem baj, én is üdvözlöm, külön akkor. Reméljük nyugodtan alszik most a melegben, vagy éppen játszik. És hát keresünk valami... Ó, de jó kis kamera! Na és akkor fent vannak a rajtrácson, jönnek nem sokára a piros lámpák, és jön az első 16 körös futam. Tiéd a szó! Na és nézzük, hogy Norbi hogy kap el rajtot. Na! Norbi jól rajtol el, második helyen Dani is jól kapja el, de a hátul a harmadik, negyedik pozícióban Brian és Tomi 78 között alakul ki egy kis csetepati a hátsó szekcióban. Hátsó szekcióban itt a 19.-10. helyen volt egy kis előzgetés, följött Dietrich és Zsozsasz is, ha jól látom, előzött egyet. Na de az elejében Tomi hát támadja Bryant és Dani támadja Norbit, de szerintem ez csak pillanatnyi fellángolás, és Norbi 3-4 kanyar múlva meg fog lépni. Tomi pedig tolja le Bryant a várány szint a pályáról. Na de itt hol fognak előzni? Nem nagyon van előzési pont. Brian alatt nagyon mozog az autó, és a hátsó szekcióban Zsozsesz Bercisán mellett. És ha jól most esik le, ó, Bercisán, Zsozsesz ez nem volt szép. És Brian meg tudott lépni Tomi elől. Dani pedig töretlenül üldözi Norbit, aki elrontja a kigyorsítást, és így ráesik Dani. Ej, csapaton belül ezt pont az utolsó futamon nem kéne egymást kiütni. Nem lepődnék és meg a Dani megint elrontja Norbi! Hát szerintem Norbi bele fog jönni egy-két körön belül. És hátul nézzünk hátra, Makákó gyűri Misit a 10. pozícióban, 11. pozícióban. Előttük pedig Giorgio és G-Style van. Ők sem boldogulnak egymással, nem lehet előzni ezen a pályán. Így van. Nagyon nem tudnak, így a srácok beállnak ilyen vonatba, egymás mögé ilyen 2-3-as bolyok vannak. Egy-egy beszúrás is van azért néha, de előzni nem tudnak. Egyenesben meg kevés. Nincs annyi szélárnyék és kevés az az egyenes. Arra, hogy itt nagy előzéseket mutassanak be a srácok, de hátra lesz egy-két kamikázi azért, majd aki oda teszi magát és megpróbál egy-egy előzést, hátha. De ott, ha jól látom, ott a 7.-6. hely környékén Kopi azért ott Kopi és Getfly. Kopi és Getfly volt. Na de a 12-13. Helyen, hárman egymás mellett. És Nagy Zsolt mekkorát húz, egyszerre kettőt. Az gyönyörű volt Nagy Zsoltól. Na ott egy kis adókapok, de szépen tolták egymás jobbra-balra, gyönyörű volt. Na most ki van mögött Makák, a 12. Bercisen a 12. Hoppá. Bercisen meg is ijedt ott a keresztbe forgó autót, aki szembeforgalommal ment, ott be is szúrtak már neki. És jelenleg úgy állunk, hogy Nagy Zsolt, és akkor onnan jön Makákó, Szentpéter és Bercisen. Na, Szentpéter és Bercisen, most így kapcsolgatok. Részinformációként megemlítem, nem kell oda kapcsolni, hogy Brian megelőzte Danit. Hoppá, Szentpéteri, mit előz? Makákó, megvan neki, Bercisen is beszúr és jön Bukert. Na, lehet ám azért előzni, és Makákó és Bercisen bíbelődik egymással. Makákó alatt megmozgatsz az autó, és így jobb. Bercisen elment, ott van Bukert.
Monaco hol fékezett? Az úgy kemény volt. Na, hopp, na, ó. Majdnem összementek, ez gyönyörű. Na Bukert, hát ott, necces volt. Szűk volt a hely, nem tudom, hogy miért szerette volna olyan szűk helyen berakni. Verci sem pedig és nem bír, Szentpéterivel. Így van. Bukert pedig. És Bukert pedig Makaku mellett. És jobb íven van ez, az helyes el kell venni Makakunak. Oh-ho-ho, az ott kemény volt. Na, a Szentpéteri tartja a 10. pozíciót. Nem, 9., mert itt elszállt valaki. Getfly-nál problémák vannak, ugyanis be kell jönni a boxba. Van egy olyan sand, hogy van egy áthajtásos büntetése. Szentpéter egyébként nagyon nagyot rajtolt, olyat ugrott a rajtnál, hogy gyönyörű volt, tehát így kiugrott a mezőből és itt oldalt elkezdett menni. 14. hely itt Misi, Makaku és Getfly? Vagy ki az ott? Zsozsesz. 14. helyen? Az ott Zsozsesz? 12, 10... Misi Zsozsesz volt Zsozsesz Makaku. És mögöttük Getfly pedig... Getfrynek volt egy stoppengúja, de miért, azt nem tudom. Lehet átvágott egy részt a pályán és úgy vette be. Na, Misi! Nem a Hoffer Misi a barátok közből. Zsozsesz, hoppá, megint Zsozsesz. A pályán mellett. Bye bye. Szása. Hát majdnem. Majdnem. Az nem jön, hogy bye bye Misi. De Zsozsesz volt, tehát bye-bye Zsozsesz. Jó, én vagyok az. Jó van. Igen, te vagy, én meg én vagyok. Norbi. Igen. Vezet 4 kör elteltével. Mögötte Brian, aztán Dani, Tomi. Ó, Misi! Húgy, te jó ég! Ez replayt kíván. Ezt nézik, kedves nézőink. Nem tudom, hogy ez hogy történt. Itt az egyenes, még itt nyugis minden, majd jön a kanyar. Erre szokták azt mondani, hogy kinyír a kanyar. Itt még oké, és elúszik. Bam! És itt mondott egy áment az autó. Na. Giorgio G-Style. Megjegyezném, én elnézést kérek, megjegyezném, hogy Norbi nem tud ellépni Brian és Dani elől. Hova sem, jó ez neki. Annyira... nem drasztikus az elszakadása. G-Style és Giorgio még mindig együtt. Na, Giorgio... Na, előttük pedig... Giorgio! Hát az autót kapott egy... akkora sallert, félszemület. Na, megjött Nagy Zsolt mögé. Pont nem hiszem, hogy nagyon akarta volna Nagy Zsoltot oda a nyakára. Nem baj, nekünk ez csak jó. Így vagy úgy, de vannak előzések legalább. Ott a nagy... Eiffel-torony, vagy nem tudom mi az. Zsozsesz közben Eiffel-torony, azt tudod micsoda, az egy áramkábel vezető. Ilyenek vannak a Magyarországon is, te okos tojás. Eiffel-torony. Nem baj az, jó az oda ilyen vagy olyan toronynak. Harmadik helyen azért nézelődjük, ugyanis Dani külsőjében Brian mellett, és ott van Tomi is. Tomi. Ő is betenné, de nem. Na, ki jön ki ebből jobban? Brian egyelőre, Tomi! Hát mi van itt, kérem szépen? Ez Norbinak kedvenc. Brian, Dani, Tomi. Kedves Mura, az azért ne fulladj meg. Az oxigén nélkül nehéz az élet. És Tomi ront! Megint a pálya mellett. Nem nagyon boldog a Brian-nel, Dani. Talán most... nem jó mossa a kigyorsítás.
A leggyorsabb kör pedig a versenyen 1.31.38, akkor mondja 3.58. Hát Brian láthatóan föltartja Danit. És hát Tominak kéne igazándiból menni. Ő megy a bajnoki címért Norbival. Hát ha ez így marad, akkor... Na akkor Dani, ez... célárnyék az nulla. És hát így Nord el is lépett majdnem már, már majdnem 3 másodperc az előnye, 2.652. Akkor átsó szekcióban nézzünk szét. Hát Nagy Zsolt és Kopinak is egymásra talán, mert Kopi üldözi Nagy Zsoltot. Bukárt még most sem tömegelőzi Szent Péterit. És Misi utólér Zsoseszt. Nagy vonalakban. Misi első lökös nélkül. És Getfly 15. pozícióban magányosan autózgat egy 24 másodperces lemaradással. Ó, Dani majdnem neki ment Briannek, és most Dani megvan, Dani nem, nincs sok. Na ki gyorsításon. Hát azon majdnem meg lett, csak keresztbe állt a Porsche. Kívülről nem, most nagyon ott van. És megpróbál aláfordulni, és így van aláfordulni, jaj de szépen csinálja, és megvan Briannek. Ó, Brian ez nem szép. És följön Dani a másik helyre. Hát Brian indokolatlanul sokszor lökte meg. És megint egymás mellett, most Daninak jön ki jobban az ív. Hoppá! Ó, Brian ezt magának csinálta. Nem volt szép. Na és Tomi ott van Dani mögött. Miközben Norbi előnye 3.7 másodperc. Most csináljunk úgy, hogy Norbival nem foglalkozunk. Elfékezi Dani, én csak az előnyét mondom, nem foglalkozok vele. Elfékezi Dani, de így egy kicsit jobban jött ki a kigyorsításból, és meg tud lépni. Széles Daninak, megint széles Daninak elfékezés, jönnek a szokásos hibák Danitó futamon. Ó, és Tomi is hibázik. Verseny felén túl 8 kör telt el. Norbi, Dani, Tomi, Brian. Az első 4. Viszonylag együtt vannak, szó, aztán G-Star, Jojo, Nagy Zsolt, Kopi. Nagy Zsolt és Kopi rájuk, azért kicsit nézegessünk meg Kopi Gyötri Nagy Zsoltot. Igen, éppen mondani akartam én is, hogy ők itt már megtalálták egymást. És Kopi elfékezi Nagy Zsolt. Hoppá! Gyönyörű szépen. Na most vissza Nagy Zsolt. Külső ívről Kopi. Jobb ívre kerül Kopi. Nem ez a kanyar jön még, majd a következő jó. Ott és tudja tartani, kifúj. És így lesz a jó Kopinak. Ez gyönyörű, ez nagyon szép. Nagyon szépen, finoman. Hát nagy csúcsa adja, olcsó magát. Az a kigyorsítás. Szépen csinálta Zsolt, kívülről megvédte. De most jobb a kigyorsítás Kopinak. Hoppá! Hoppá! Ezt lekoccolt a Kopi. Nem tudom, hogy miért vágott ilyen hirtelen keresztbe ott Zsolt. Be is jött a boxba. Azt nem értettem, hogy miért csinált ott. Hirtelen bement keresztbe és... Érdekes volt. Dani újra együtt. Na viszont Dani...
továbbra sem tud meglógni Tomi Toldát, a szélárnyék továbbra is pocsék, egyszerűen nincsen szélárnyék, de ott van Tomi. Na nézzük, meg tudja előzni, nem tud belőle fordulni, mert védi a szöget Dani. Érezte, hogy ott fogja majd kóstolgatni Tomi őt, de egyelőre megvan még neki, de egyre neccesebb a dolog. Van még 7 kör, amennyit ki kéne bírjon, és Tomi egyre jobban jön. Egyre agresszívabban fog majd támadni is valószínű. Dani pedig ezekkel a fékezéseket gyakorlatilag tönkrevágja a gumiait, ami már szerintem így sem olyan strapabíró. És hát egyébként Massive MTCC rajongóknak nem kell majd aggódni, hiszen 1-2-3 héten belül jön majd az újabb Dani MTCC a V8-as kategóriával, úgyhogy lesz még a V8-asokkal, így van, igen. És hát továbbra is bajnokavató hét van, hiszen kedd este a VSR ATCC-t zártuk. Aztán itt most ugye Massive MTCC, holnapi nap folyamán Alfa F1-nél lesz bajnokavatás, vasárnap pedig Alfa VTCC-ben avatunk bajnokot. Úgyhogy továbbra is érdemes minket nézni, nem csak ezen a héten, hanem máskor is. De ezen holnap estéről beszélsz Alfáról? Holnap este? Tessék? Holnap este lesz Alfa VTCC, nem Forma 1 lesz holnap? Holnap este Alfa F1, vasárnap pedig VTCC, igen. Ahol mivel én nem leszek jelen, így bajnokavatás lesz. Ja, értem, hogy nem leszek, kedves Smunez. Mi történt veled, hogy leszel itt? Hát, vannak dolgok, amikor külön kell választani a magánélettől a versenyzést. Jó, és okay, most értettem. Ez fontosabb dolog. Értjük. Hát nem panaszkodom, egy jó kis szezon, és még lesz egy futam, majd ott odavágok még Suzukában, de ne térjünk el a mostani tárgytól. Dani közben megépett Tomitól, és ami, hát egy kis pikantéria, érkezik Brian. Nagyon drasztikusan érkezik Brian. 11. körben járunk. Hátul pedig Jojo és G-Style a 5.-6. helyen. Szentpéteri pedig megint a pálya mellett. Hiába, itt az első között Dani meglépegett, de lényeges különbséget nem nagyon tud kialakítani Tomi előtt. Miközben továbbra is vezet Normi. És hát akkor George és G-Style az 5.-6. helyem. George ebből a kicsit meggyötört Porsche-val azért ott van G-Style mögött. A félszemű kalózzal. Négy és fél kör van még körülbelül hátra a futamból. Sini kollégánk vicces kedvében érzi magát közben a cseten. Örülünk, hogy jó a hangulat. Na de ott Tomi és Dani között nem. Tomi nagyon ott van most már Danin. Legalább a cseten vidám a hangulat, engem pedig vár a jól lehűtött görög és sárga dinnyém. Ó, na, itt most még megint nem tud
Még egy ilyen féktáv is megtolja hátulról Danit. Tehát van egy olyan gyanúm, am zusammen am blog, hogy Dani rásegít erre a Norbi féle bajnoki címre. Hát ez egyértelmű szerintem. Norbi 5 másodperccel biztonságban érezheti magát előttük. Tizedik hely, Bercisán és Zsuzsesz. Szépen vonatoznak ők is itt ketten. Giorgio közben mi történt? G-Szer visszaesett a hetedik helyre, Giorgio megelőzte. Opa, egy Giorgio hibázik. Giorgio hibázik. Újra a pálya mellett. És kopi! Hát, elment. Na de visszatámad a Giorgio, és ott Bookert és G-Style. Szintén együtt. Na de Giorgio, támad-e? Vagy sem, de még hogy támad, de hát ott ha beesett volna, szép lett volna. De nem esett be és nem lett szép. Van egy olyan érzésem, hogy itt a második futamon őrült nagy izgalmak lesznek. Így van, mindig a második futam az izgalmasabb. Tomi pedig nem boldogul, hogy Dani van. Én közben pedig egy kicsit elhallgatok és kifújom az orrom. Remélem nem lehetett behallani. Dehogy nem, de hát nem baj. Pedig eltartottam legalább méterre a mikrofon. Na Giorgio. Nem bír kopival. Tomi pedig nem bír Danival. Változatlanul Dani elrontja. És most a második helyet átveheti tőle Tomi. De nem, az élet árán is Dani meg fogja ezt védeni. Közben megy el a hangom. Ez most Tomi megelőzi. Megvan. És jön vissza Dani, de nem eléggé. Védi a szöget Tomi, így van, na most visszakapod a csém. És jön a, jön. És Dani, erről bum! Erről beszéltem, a szokásos Dani féle hiba utamon. Hát, ismét egy dobogó. Így van, nem az első, első helyet is dobott már el itt Dani. Emlékezzünk vissza három utammal ezelőtt. És a 15. körben járunk közben. Norbi megint a 6,2 másodperces, sőt lassan 6,3 másodperces előnnyel vezet. Hát Tomikám, messze kerül az a bajnoki cím, és meg is mondom, hogy mennyi lesz így az előnye. Hát egy kör. Egy kör és Norbi megnyeri. Oj, Dani ott áttérben megint mekkorát bukik, te jó ég. Kettő pontot ver most Tomi, Ra, Norbi. Hát a második futam még izgalmas lesz. 22 pont az előnye, ami annyit takar. Hát nem, bajnok. 24 pontot kell minimum, nem lehet, matematikailag sincs esélye. Nem, Tominak innen már nincs esélye, akkor lett volna, nincs. Ha futamot nyert, tehát Norbi nincs. Félkörre. A Massive MTCC nincs. Újabb
kiírásának megnyeréséhez, úgyhogy az izomautók, vagyis hát a GT-s kategória után a Porsche-t is behúzza, és hát dupla bajnokként megy majd a V8-as szériába, ami az MTCC-t illeti. 5 kanyarra van Norbi a bajnoki címtől. Kapcsoljunk is rá, ugyan még lesz egy futam, de ez már Norbinak egy örömfutam lesz, hiszen bajnok ismét. Hát nem tudom, a V8 után még azt hiszem egy MTCC-s részleg lesz. Hát ha mindent behúzza, az Mester 4-es, az gyönyörű. Na majd kiderül. Minden esetre nézzük Norbi befutóját. Itt van a célegyenesbe. Ég a lámpa. Jogosan örül, villog. Hiszen megvan neki. Bajnoki cím 24 perc, 46 másodperc alatt nyerte meg. Jön a második helyen Domi. És aztán ő is örül bizonyám. Ezzel ő is bebiztosította a bajnoki második helyét. Jön Brian Giorgio és Kopi még ott. Hoppá, Kopi és Giorgio összetalálkoztak még itt a végére. És ki lesz a negyedik? Na kinek lesz a jó kigyorsítás? Ej, Kopinak megvan. Nem elég a szélárnyék. Nagyon ott van Giorgio! De nem. Az Kopié. Aj, Zsozsesz! Bukhert mögött milyen piruettet nyomott. Te jó ég, és Zsozsesz a falba be se fog érni. És jön Bercisán a 9. helyen is, elmegy Zsozsesz mellett. Hol van Zsozsesz? Hát Zsozsesz! Elnézést kérek! Hát Zsozsesz összetörte. Hát én nem azon röltem, hogy összetörte. Hoppá, és a végén még volt. Nem, ezek őket már leintették. Leintették? Szentpéteri és Getfly is még durogtatott egyet. Így van. És én azon rögtem, elnézést kérek, hogy amilyen piruettet levágott Zsozsesz. Tehát az első Norbi, második Tomi, harmadik Brian, negyedik Kopi, ötödik Giorgio, hatodik Dani, hetedik Buhert, nyolcadik Bertisan, nyolcadik Makákú, kilencedik Makákú, tizedik Getfly, Szentpéteri a 11., Zsozsesz a 12., G-Style a 13., Nagy a 14., Misi a 15., és Dietrich a 16. Négyen, öten nem fejezték be a futamot. Hamarosan érkezünk a második 16-ös futammal. Thank you.
közben visszatértünk második 16 körös futamra, az utolsó futam on belül is az utolsó futam, ami a Porsche-s szakaszt illeti. Fordított sorrend Gadfly az éről, aztán ha jól látom Makaku második helyről, aztán majd Bercisán Bukert, aztán jön Dani, majd Giorgio a hetedik helyen, majd Kopi nyolcadik helyen, Brian kilencedik helyen, Tomi tizedik, Norbi, onnan lefele 11. Szentpéteri, 12. Zsozsesz, 13. G-Style, 14. Nagy Zsolt Box, 15. Misi, 16. Dietrich. Hát Nagy Zsolt nem tudom mi van boxba. Szerintem egyszerűen lekést a rajtot. Iszom a hangorat, Munez. Na hát akkor innentől kezdve kíváncsiak leszünk arra, hogy mit fog produkálni Norbi. És hogy fog fölzárkózni bajnoki esélyesként. De Tomi hol van? Hanyadik pozíció? 9. bocsánat, 9. igen. Hát az előző korábbi futamokból kiindulva igazából nem nagyon hiszem, hogy Norbinak lesznek problémái a mezőny átgázolásával. És hát szomorúan kell tudomásul vennünk, ér legalábbis az én szemszögemből, hogy vége a Porsche bajnokságnak. Én kedveltem ezt a, nem konkrétan ezt a bajnokságot, én szeretem a Porsche bajnokságokat és a Porsche modifikáció témákat. Aztán jön a V8 és meglátjuk. Ugyebár ezt már pedzegettem Munezzal, jó mondom, hát volt róla szó 3 futammal ezelőtt, hogy lehet, hogy fel fogok tűnni itt a Massimba, a V8-ba egy bajnokság elejéig, ez még nem biztos. De hát ezt Munez, te is tudsz róla, ugyebár itt voltam, amikor beszéltem a srácokkal erről. Hát érdekes ugye? Lesz. Ugye nem felejtetted el. Hát én most speciál hirtelen nem esett le a dolog, már fáradt vagyok. Ez a fáradtság jele. És hát akkor nézzük, ki hogy kapja el a rajtot, Gadfly vagy Kákó? Makákó pont ugyanúgy, mint ahogy te most is beragad a rajtnál, és Gadfly le rajtolja, Gadflynak síró rajta, de jön Bertiszen és jön Bukert is. Gadfly megtartja az első helyét, Bertiszen a második, Bukert a harmadik, úgy de rossz felé nyomtam én ezt a gombot. Jön George a negyedik, Makákó ötödik, George, George-ot hátulról megtaszajtják, nem baj, pont jó nekik ez a dolog. És itt megy a levesbe oldal, Misi talán. Tömegbaleset, bum, Makákó telibe Dietrich. Azt, ami volt ott. Hát az csúnya volt. És akkor Gadflynek a nagy lehetősége a megnyerni a futamot, Giorgio a második, Dani a harmadik, negyedik Buhert, ötödik Brian. Hatodik Zsösesz, hetedik. Hoppá, hetedik Kopi, nyolcadik Norvégem. Dietrichnek van egy áthajtásos büntetése. Tomi, Makák. Tomi 78 pedig csak a 14. helyet foglalja el, 15. helyet foglalja el, Giorgio megy a levesbe. És ha kapcsoljunk egy picit, de Tomira, hogyha nem lenne probléma, a 14. helyre. Mert a Makákot próbálja meg megelőzni. G-Style. G-Style, ami történt, és Tomi megelőzi Makákót, hát akkor vissza az elébe gyorsan. Gadfly vezet, és Giorgio tolja le Danit. Itt ennyi az esemény. Norbi pedig már ahodik. Tomi ellépett már Makákótól, és a hátsó szekcióban semmi nem történik. G-Style azért lépett ki, mert volt egy stop-end, akarom mondani, egy áthajtása. Szentpéteri közben a
Kodrányban van. Hoppa, Dietrich a 12. helyen keresztbe rakja. Getfly, ő meglépett. Oda üldözi. Hát akkor Norbi. Norbi a 6. helyen. Érkezik. Zsozsesz mögé. És akkor Zsozseszt akar rádióvel elhangozhat a mondat, hogy Norbi behind you, Norbi behind you. Szerintem egy páran tudjuk, hogy miről beszélünk. És akkor nézzük, hogy mire lesz képes Norbi. Hol fogja tudni megelőzni Zsozseszt. Itt a Zsozsesz azt... Majdnem összeakadnak. Hagyhatná Norbi azért a kicsiket is érvényesülni. Getfly helyett most már Dani a leggyorsabb kör. 1.31-6.35. És Norbi rövid időn belül bekebelezi itt Zsozseszt. És üzenem Sininek, hogy hallába hangottál a rádióban, hanem az, hogy Norbi behind you, te álom ember. Áldott jó embert akartam mondani, ez most rosszul jött ki. Na de Brian nem boldogult Giorgioval, akit ott hagyott Dani a második helyen, és megy Fly után. Norbi pedig most előzi meg Zsozseszt, belőle teszi, és ott is tartja. És ez már megvan neki, az 5. Norbi. Aztán Brian és Giorgio. Norbi hibázik az 5. helyen. Elfékezi magát és visszaesedik 6. és jön Kopis 7. helyre. Jön Bercisani 8. és Misi nem fog elmenni, ő már nem fér be. Ai, Norbi, ez csúnya volt. Mindannak tudatában, hogy Tomi 78 csak a 10. így. Lényegtelen ez a dolog, meg annak a tudatában pláne, hogy már bajnok. Hoppá, Dani! Hát miért nem vagyok meglepődve, hogy Dani újra keresztbe rakja a Porsét. És Brian Giorgio mellett a 3. helyen, és Brian beteszi Giorgio mellé, és a célegyenesben el tud-e menni. Úgy néz ki, hogy jobb a kigyorsítása ennek. És belső íven van. Nézzük! Hop. És szépen bent tudja tartani, így megvan Giorgio-nak. Akarok mondani Briannek Giorgio. És védi a belső ívet, nem féke, és védi a szöget. Úgy, és följön Brian a 3. helyre. Közben kezd elmenni a hangom. Norbi pedig, hoppá, egy koc, két kocit Bercisánnak. Nem bír elmenni mellette. És most a kigyorsításon. Jobb pozícióban van, hát itt nem lehet előzni. Szűk az a balos. Itt sem lehet előzni. És beragad Norbi, itt a hibája után beragad a 7. helyen. Most talán alá tud fordulni, úgy van. Abba kigyorsítás is meg. Ez Tominak kedvez, zárkózik fel. Bercisán és Norbi pedig esik Kopira. Norbi pedig ez türelmetlenül cikázni Bercisán mögött. Keresi a rést, hol tudná betenni. Na Bercisán nem tudja Kopinak berakni. Vagy mégis? Kopi mellé, az a kis lag a szerveren, remélem, hogy nem nálam, hanem tényleg a szerveren van. Igen, egy picit én is észrevettem, olyan érdekes volt itt a jelenet. Darabos volt az autózgása. Mindenesetre azt megérsz, hogy visszatérve egy pár mondat, egy pár Norbi! Szó, Norbi!
és most megint ott próbál megelőzni, ahol már egyszer elrontott, és Norbinak... Ó, Berciszen elrontja. És jön Kopi. Lecsúsznak mindketten, de Kopi nagyon lecsúszott, Norbi így elmegy, meg Misi, és még jön Tomi. Így van, és főn a hatodik helyre. Na még itt nyugalom van, mert nem nagyon történik semmi, talán majd az lesz itt, hogy Gutfly kezdi utolérni Dani. Visszatérve az előző pár szóra, hogy pár szót ejtsünk egy picit erről a V8-ról. Ugyebár ezek izomautók, tehát itt akár 300 km per óra sebesség is lehet. Úgyhogy egy merőben más bajnoki sorozat fog következni 2-3-4 hét múlva. És én szétnézik itt a hátsó szekcióban, de nyugalom van mindenhol. Kopiékat figyelem itt közben, de egyelőre itt sincsen túl nagy tolongás az előzés. És viszont itt kezd tolongás lenni az előzés, ez a második helyen Dani kezd megérkezni Gutfly-ra. Már nagyon ott van, 453 ezeret volt az előnye az utolsó mérpontnál. Ez kb. Csökkent már olyan másfél tizedet, lehet olyan 3 tized körül. Sőt, most már 2. Nagyon-nagyon ott van Gutfly nyakán. És hát amit elfelejtünk mondani, hogy a csapatpontversenyt is, ha jól tudom, ők nyerték meg, Daniék. A Target Ganassi Racing-el, így van. És 139 ezred nagyon-nagyon ott van, és beteszi belső ívre. Jobban betapad neki a Porsche. Most talán meg lehet, így van. Ú, de szépen beengedi. De lezárja a szöget Gutfly. Na hát akkor Dani. Na. Tomi Misivel bíbelődik, ez csak egy helyzetjelentés. A 8. helyen így van. Egyelőre még vár Dani, nem jött össze, amit akart. Most egy kicsit le kéne nyugodnia. Hát igen. Megszokhattuk már, amit említettem az előző futamon is ebben a bajnokságban, hogy Daninak elnézést kérek, forróbb a vére, mint ami néha kéne, és sokat-sokat hibázik. Komolyan mondom, átmenni a hangom. Kitartás már csak 9 kör. És közben a versenyben futott leggyorsabb körát, kimás nevéhez fűződne, mint Norbi 1.31.6.16-tal. Norbi a hatodik helyen ott van, Zsuzsesz nyakán olyannyira, hogy meg is előzte. Már Zsuzseszt. Tomi pedig Misit. És Kopi esik rá, de nagyon Misire, és szeretné berakni a 9. helyen ott a nyújtott kanyarnál, de nem jött össze neki. Viszont ott lohol még mindig a nyakán, úgyhogy... Nézzük akkor tehát, hogy sikerül-e neki. Mindig ezen gondolkodom, és Kopit az hívják Kopinak, mert Kopasz, vagy csak szimpla becenév. És elfékezi Tomi, nagyon csúnyan elfékezi Tomi. Tomi Misi, bocsánat. És hát itt az eredménye. Kopi szépen elmegy. Kopi elment mellette. Tomi a 7.,
Norbi az ötödik. Elől pedig kezd összeállni a... Majdnem azt mondom, hogy fantasztikus négyes, pedig csak hárman vannak. A trió Getfry, Dani és Brian. Brian is érkezik. Giorgioval egy kicsit leszakadva mögöttük egy 2,9 másodpercre. Verseny fele már lement. 9. körben járunk, így van. Na és kérem szépen! A hőnállított trió összeállt Getfry, Brian és Dani középen. Na, ki fogja megnyerni a futamot? Sokáig cicáznak egymással, jön Norbi. Hát Norbi érkezik Giorgioval, így van. És ami szörnyű, hogy a látótávolságon van benne neki az első három is. Na, vajon meddig bírja még idegekkel Dani? 2-3 kör. Ó, Brian hibázik. Hát akkor ő kiesik a pixisből eddig, és Dani is elfékezi. 5. helyen Norbi pedig mindjárt megfogja Giorgiót. Getfrynak rossz lesz a kigyorsítás, bizonyám. Getfry keresztben kigyorsításon is leesik újra Dani. Nézzük. Nem, szépen védekezik Getfry. Norbi átlépte Giorgiót, már a negyedik. Igen. Gyorsan ment. Dani pedig nem bír Getfly-jal. Most hoppá! Megvan! Hát el is itt. Veszi, elvette Dani. Meglökte Giorgiót, Getfryt. Hát a Getfryt most megírontott, ez nem jó, itt be fog esni mellé. Dani folyamatosan keresztbe. Fúj, de szoros. És most! És újra itt van Brian. Aki hozza magával Norbit, ő meg Giorgiót. És Dani ott van már nagyon. De egyelőre nem tud előzni. Itt a célegyenes. Na Dani, belőre! Dani, jó! Hoppá! 2 kör? Na hát... Nem ment elfogyott. Falnak, úgyhogy megkapja a driftér a pontokat. De elfogyott a türelem. És Brian! És Brian! És Getfry elrontott, és ott van Brian! 2 kör, bejött a 2 kör, hát... Mennyit bírt ki, felett? Türelemmel? Megint elszakadt Dani nála célni, és ott akart előzni, ahol igazából nem lehet. Jó mondva, nem az, hogy nem lehet, elég nehezen lehet előzni. És akkor most már lassan lehet fantasztikus négyesről beszélni, mert jön Norbi. A Getfly visszafogja a népet, ez egyértelmű, ugye lassabb, és így Norbi is ott van. Na de nézzük, Brian meddig bírja idegekkel, mikor gondolja úgy, hogy meg kéne most már előzni Getfryt, hogy ne tartsa fel a sort. Dani tolja Brian-t egyelőre lefelé a pályáról. Na nézzük, Brian és Getfry. Ki jön ki jobban. Hoppá, Getfry, egy hiba, és ezt most Brian, na. Meg fogja torolni bizonyám. Belülre teszi egyelőre. Jó, széles, széles, hoppá, ennyi. Ennyi volt.
Viszont keresztben valahol a Giorgio el fog menni, és Brian és Dani egymás mellett, de Brian van előrébb egy hajszállal. Na itt a féktáv, ez most Brianné. Kigyorsításon viszont Dani-é. És itt meg lehet Daninak, és sokkal mélyebbet tud fékezni, és ott jön Norbi. És megvan Daninak. Dani berakja. Bizonyám. Lecsúszik Brian, ez most neki nem jó, de vissza tud jönni, Daninak te jó ég mit széles. Jön. Daninak széles. Hát hogy jön vissza? És ott jön Norbi. Szerintem Norbinek egy feladata van megvárni még ezeket, eltüntetik egymást az útról. Mert ennek az lesz a vége. Brian megihibázik, Dani el tud-e menni, jön a sikán. Nem, de... Nem jobb a kigyorsítása Briannek, tartja az első helyet. Daninak meg figyelni kell csapattársára, Norbira, aki... Annyira nem támad azért egyébként. Csak pont amennyire kell. Brian is föltartja Danit. Nagyon Daninak megint kezd el menni a cérna. És megint jobb a kigyorsítása Daninak. Sokkal-sokkal jobb a kigyorsítása Daninak. És igen, Norbi azt csinálja a talpam. Brian pedig tereli Danit belfele. Megint Norbi megvan Brian itt, igen. Meg. Na de most mondtam, Dani... Megvárja, még kiütik egymást. És most megvan Daninak, és jön még. Nagyon jön Norbi. Itt ő nincsen előítési pozícióban. Alá fordul, nem. És most már védekeznie kellene Briannek, de ő nem védekezik, hanem támadna, és Dani megint eldobja! Hát Brian meglökte Danit konkrétan, és azért dobja el. Hát én... És ezzel visszaesik az ötödik helyre. Túl nagy kocot nem láttam. Ötödik. Hát egy minimális, a hátsó kerék nincsen. Hoppá, semmi segítség, Norbi. Ugyebár. Norbi az első. Norbi vezet, Brian, aztán Giorgio harmadik. 13. körben járunk, elnézést kérek. Hát elég sokan kiestek egyébként. Hát az előző futamon négyen estek ki most már, 1, 2, 3, 4, 5, 6-an. Jaj, mi ez a sikítozás? Norbi, Brian, Giorgio nézeget, kóstolgatja Brian-t. Három kör. Belelépte közben, Norbi ebben a pillanatban belelép a 14. körbe. És két kör van még hátra. Bocsánat, három ezzel együtt. Hátul pedig nem történik semmi, Buhert a 9., 10., 11., 10 vannak még versenyben Makákóval együtt. És közben Giorgio gyűri Bryant. Közben én törölközöm egyet. És hát ami nekem egy kicsit csalódás ma, az Tomi. Ugyanis csak a 7. Én is többet vártam tőle, főleg, hogy bajnoki címért mehetett még ő is az első futamon. Hát ez így nagyon csúnya. Megalázás szagú Norbi részéről az utolsó futamon. Tehát... Ugye már neki már a múlt héten bajnok lehetett volna, de hát... bocsánat, két hete. De hát ugye már egy futamot nullázott, és akkor jött meg rá Tomi. Azzal a második helyével. Győzött Tomi? Nem is tudom már. De megnézem. Haha. Amíg te elmész a könyvtárba tudakolózni. Addig én figyelem Giorgioékat, de egyelőre itt sincsen túl sok esemény. Inkább Getfly közeledik Giorgio-ra, de távol vannak és nincs sok már hátra. Viszont Tomi 7. helyen megérkezett Zsózsesz nyakára. Hoppá!
Így két körrel a vége előtt, csak hogy legyen jó. Na akkor, Tomi és Zsozsász, nézzük, hogy a hatodik helyet elveszi a Zsozsásztől, és akkor viszonylag egy fokkal jobban zárja ezt a szezont. És azért megjegyzi, hogy Norvi pont ugyanúgy kezdi a szezon, mint ahogy fejezi be a szezont, ahogy elkezdte győzelemmel. Hát nem tudom, hogy ha itt nem verték meg a V8-ba, hogy verik meg. Figyelj, majd jövök én. Hát öcsém, majd nem tudom, hogy mondjam-e vagy nem mondjam, mikor már a harmadik körödet kapod, hogy már megint kört kaptál. Na jó, azért ne nézzél mennyire remunez. Na jó, hát a top 10-ből be fogsz férni, de Norbit esélytelen. Még szerintem top 6-ba is. Haha. Haha. Norbi akkor nem, se lesz meg. Ha nem, akkor maximum így jártam. De még az sem biztos, hogy elindulok, tehát azért. Egy biztos. Na de. Norbit egyelőre lehetetlen megfogni. Na, van, utolsó körét kezdi. Brian a második, Jojo harmadik, Getfly negyedik, valószínű ez így fog maradni, viszont az ötödik, hatodik, és a hatodik, hetedik hely nem lefutott. Dani az és ötödik. Akkor megjegyezném, hogy szívfájdalommal, de megkezdi Norbi nem csak hogy az utolsó körét, hanem a Porsche bajnokságnak az utolsó körét is. Hát igen, búcsúzunk a Porsche-tól. És megjegyezném, hogy Mester 5-ös csinált Norbi, ugyanis pole pozíció, két győzelem és mind a két futamon a leggyorsabb kör. Szerintem ettől jobb és szebb szezonbefejezés egy bajnokságban nem kell. Hát nem igazán kívánhatta többet. Eddig a MTCC idei kiírásából 2-ből 2. Azt hiszem még 2 sorozat van átra Tomi a sikánnál. Majd ez egy statisztikát összevetünk az utolsó MTCC kategória utolsó futamán, hogy az összes idei MTCC-ből, ami volt futam, hány pole pozíciója volt, hány futamgyőzelem, stb. Mert szerintem csúnya statisztika lesz. Az MTCC királya. Na és Tomi nem bír Zsozsásszal. Nem bír Zsozsásszal, de most Zsozsásszal. És Zsozsász rontod, de lesodródik, Norbi megnyerte. Második Brian, a harmadik Giorgio, negyedik Getfly, ötödik Dani, hatodik Zsozsász, hetedik. Hetedik Tomi. Tomi. Nyolcadik helyen jön Kopi. Aki nem az, azt, amit itt olvastam közben cseten, aki nem kopasz, csak nincs hangja. Ezt nem tudom. Hát nem tudom, hogy jön a hajhoz a hang, nem baj. 9. Booker, 10. Makákó, kiesett Misi, Bercisen, Dietrich, Szentpéteri és G-Star, valamint Nagy Zsolt, és hát Norbi megnyerte a Porsche részleget az MTCC bajnokságból, meg a szezonzáró Eastern Creek-i futamot is. Én viszont átadnám neked a lehetőséget, hogy csináld meg légy szíves az interjút, mert nincsen egyszerűen hangom. És elkezdett nagyon fájni a torkom. Na most azt sem tudom, kik jönnek interjúra, tehát Norbi jön, Brian és Giorgio. Igen, Norbi, Ben és Giorgio, akik jönnek most. Norbi lesz itt, Tomi lesz itt, Brian lesz itt és Giorgio lesz itt. Így van. Hát, így van. Norbi, Tomi, Brian biztos itt lesz, és a többiek hol vannak? És Giorgio a még, hát az előző futamon a dobogósok, Norbi, Tomi, Brian, a második futamon Norbi, Brian, Giorgio. Akkor Giorgio is jön még, úgyhogy... Giorgio és Tomi, meg Norbi és Brian, ők itt vannak, négyen. Csak le kéne őket vadászni gyorsan majd, ha befejezték a... Én átküldöm őket ide hozzád, jó? De ugye nem hagysz itt. Nem, visszajövök, majd vissza kell húznod. User left your channel. Na kérem szépen, hát akkor jövünk az interjúkkal, hiszen vége van a második futamnak. A kollégám elment vadászni, én meg várom az alanyokat.
Na és egyelőre semmi jel. De minden bizonnyal. Na, jön az info. Húzogatjuk. Rendben. Akkor érkezünk sorjába szépen az interjú alanyokkal. Vagyunk azért bőven. Norbi, Tomi megvan, Jojo megvan. Brian hiányzik még. Ja, meg persze kedves kollégát is azért. Na itt van a kollega is. Na tehát, itt van velünk Norbi, Tomi, Brian és Giorgio, az első, második futam dobogósai, és hát én fogok interjúztatni. Rögtön fordulok is Giorgiohoz. Először is gratulálok a második futamon elért harmadik helyedhez. Mind a két futamon azért te is nagyot mentél, bár az első futamon többet rontottál, mint a másodikon, itt már kicsit stabilabban mentél. Azt gondolom egy jó szezonzárás volt részedről is, ami a Porsche szekciót érinti. Na mesélj nekünk egy kicsit, hogyan érezted ezt a szezonzáró hétvégét? Elégedett vagy-e összetettben az egész szezonban nyújtott teljesítményeddel? Köszönöm a nézőket! Hát igazság szerint túl sokat nem is került készülni erre a mai futamra. 3-4 órával verseny előtt mentem fel. Úgyhogy meglepetésként is ez, hogy ilyen jól sikerült menni. Az első futamon valószínűleg ezért volt az a pár hiba benne, mert még pályát nem igazán tudtam betanulni teljesen. Aztán a második futamra az nagyjából összeállt a kép, úgyhogy élveztem a versenyt is, jó volt nagyon. És így végül is sikerült kis szerencsével elcsípni a dobogót. A teljes szezon, ez nagyon tetszett ez a mód. Itt nagyon el lett találva, az autó is tetszett, beállítások is egész jó sikerültek. Annyira kevesebbet teszteltem a versenyekre mindig, tehát ha többet tesztelek, akkor lehet, hogy kicsit előrébb lettem volna, de összességében tetszett a szezon nagyon. Mit vársz a közeljövő V8-as szériától? Részt fogsz venni, vagy azt most kihagyod? Az igazást azt tervezem. Igazság szerint fogalmam sincs, hogy ezek az autók mit tudnak, vagy milyen autók ezek. Sosem mentem még hasonló autókkal, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz, aztán remélem, hogy sikerül legjobban szerepelni ott is. Reméljük mi is, sok sikert kívánunk majd ott is. Még egyszer gratulálok a második futamon elért harmadik helyedhez. Köszönöm. És akkor Brian, te vagy a következő. Első futam harmadik, második futam második hely. Talán a Porsche kategória eddigi legjobb eredményét érted el, ami a saját eredményeidet ugye érinti. Na, hát mesélj te is egy kicsit, ugyanazok a kérdések kb. Mint Giorgionál. Milyen volt számodra ez az egész szezonzáró hétvége? Hogyan értékelnéd saját magad teljesítményét a Porsche szezonban? És hát mit vársz a V8-tól természetesen? Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a mostani futam meglepett valamilyen szinten, hogy le tudtam hozni top 3-ba mindkétszer, bár úgy érzem, hogy az utolsó futamon itt tudtam volna akár egy győzelmet is összeszedni, bár sok időt elvesztettünk Getfly-nál, amikor ugye támadtuk Danival. Szerencsére meglett így összetett harmadik hely így a bajnokságban. Úgy gondolom, hogy lehetett volna akár esélyem, vagy csak megszorogatni Norbit a bajnoki címért, hogyha volt Kings Glenben és Orán Parkban nem szerepelek olyan rosszul, akkor úgy gondolom, hogy jobban összejött volna az egész. Elégedett vagyok ezzel a szezonnal. Végre sikerült valamit ma úgymond elérnem a szimulátoros világban. Végre valami úgy összejött. És V8-ra, hát nem tudom, még ezen nagyon gondolkodok. Most úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy hagyom egy kicsit úgy az egészet, és csak az FSR-re koncentrálok. Ott a World Trophy-ba indulok, és nekem az számomra most fontosabb. Bár nagyon élveztem ezt a zárt kasznis dolgot itt a Porsche-val. Nagyon jó mód volt, tényleg amit a Massim így összerakott, ez teljesen jó volt ez a bajnokság. Remélem lesz még több ilyen. A V8-ra meg majd hát... Ha úgy lesz időm, akkor persze nevezni fogok is indulni, és ott hasonló eredményt kívánok elérni. Körülbelül ugye ennyi, gratulálok Norbinak a bajnok címhez. Köszönjük és gratulálok még egyszer a dobogóidhoz, és hát sok sikert az FSR-nél, illetve ha indulsz majd a V8-nál. És hát Tomi, te vagy a következő. Sajnos neked most csak az első futamon egy második hely jutott, a második futamon pedig
hetediknek futottál be. Ugye neked ez a hétvége úgy nézett ki, hogy még van esélyed a bajnoki címre, ehhez ugye az kellett volna, hogy minimum egy futamot nyersz, de gyakorlatilag mind a kettőt meg kellett volna nyerned, és Norbinak kettővel legalább mögötted végezni, de legalább az egyik futamon egy helyjel. Ez ugye nem jött össze, hiszen az első futamon Norbi Tomi sorrend volt. Ugye ott már eldőlt, hogy Norbi a bajnok. Ez vette egy kicsit vissza a kedvedet így a második futamra, vagy hát nem is a kedvedet, hanem emiatt nem ment úgy, vagy más oka volt, mert itt a második futamon kicsit olyan halványabb teljesítményt nyújtottál, így nem tündököltél, mint az eddigi futamokon, ami nagy meglepetés volt így számunkra. Na hát, jó estét, sziasztok! Akkor kezdeném a másodikkal. Hát ugye ott az elején volt az a baleset, ha jól emlékszem, Makákó forgott meg, vagy lökték ki, nem tudom. Ugye ő neki mentem teljesen, úgyhogy az autóm sérült, meg hát igazából visszaestem elég jól. A következő kanyarban szintén kicsúsztam, nem tudom, lehet, hogy még fura volt így a sérülés után, és akkor még visszaestem 4 helyet, úgyhogy nem is tudom, 12-13 lehettem talán. 14, akkor még hátrébb, és hát onnan próbáltam feljönni. Hát addig nyomtam, ameddig bírta a gumi, aztán hát Zsozsecig jutottam, és ott már igazából a guminak is vége lett, úgyhogy így nagyjából a fél távot bírta jó tempóval a gumi, és utána már óvatosabban kellett menni, de hát ugye mivel felzárkózás volt, így nyomni kellett, de hát a végén már nem nagyon tudtam, úgyhogy így maradt ez a hetedik hely. Hát az első hely igazából már akkora különbséggel vezetett Norbi, hogy igazából semmi esélyem nem volt arra, úgyhogy abba bíztam, hogy a második hely meg lett. Persze matematikailag az első ötnek volt lehetősége megnyerni, de igazából nem volt olyan sok esély a többieknek Norbival szemben. Úgyhogy a második helyet próbáltam megtartani, az meg az első futam után végül is meg lett azzal a második helyel, úgyhogy így elégedett vagyok egy összetett második helye, úgyhogy gratulálok Norbinak a győzelemhez. Meg Briannek a végén, hogy a dobogóra feljött az ötödik helyre, hát ugye Turi meg Voodoo nem jelent meg a futamon. Köszi! Én is gratulálok neked, Tomi, a második helyhez egyéniben, illetve Briannek a harmadik helyhez, és hát reméljük a V8-ba is majd hasonlóan fogsz tündökölni. Remélem azért látunk is ott majd. Hát biztos. Na. És hát nem maradt más hátra, mint Norbi, a Massim MTCC per Porsche kategória királya, ha lehet ezt mondani, hiszen fölényesen és magabiztosan nyerte meg ezt a sorozatot is, 2-2. Na, hello Norbi, most egy kicsit bővebben fogsz nekünk interjút adni, vagy megint ilyen néhány szavas dolog lesz, mert akkor bele se kezdek, tehát... Sziasztok! Na, hogyan érzed most magad? Megvan ez is. Nem gondoltad, hogy sok lesz egy kicsit? Vagy még mindig kevés? Tehát még kell a tarsolyba? Hát megpróbálok minél többet nyerni. Ez a célom mindenkinek, gondolom. Hát az első futam ez sima volt, hogy meg lehet így mondani. A másodikban ott az elején volt egy kis csetepaté, ami lehet Tomi valakivel ütközött, nem tudom kivel. Ott Makákó. A Makákóval. Utána próbáltam feljönni. Kopit megelőztem, utána sikerült elmondani Zsozsesz mögött az egyik kanyart, ott visszaestem a Kopi mögé. Hetedik vagy nyolcadiknak. Hetedik? És utána a Brianéken sikerült felhozni, vagy ledolgozni a hátrányt a Gatfly miatt, mert vele harcoltak. Aztán utána Brian is a Dani egymásra talált. Ez nagyon szép csata volt. A Dani eldobta, utána meg Brian mellébe tudtam látni az autót, ott meg volt a kanyar. Én megjegyezem, hogy te nem fogsz szívrohamba meghalni, azt tuti.
Az nagyon hát biztos. Gratulálok én is a bajnoki címhez. Hát köszönöm szépen. Hát, de tipikusan, te tényleg ennyire szarsz mindent, vagy csak nem mutatod, hogy érdekel a dolog. Mert hát jó, bajnok lettem, oké. Adjatok egy vajas kenyeret, meg kakaót. Csé. Igen, a Norbi féle étkezés, tehát ajánlom mindenkinek, próbálja ki vajas kenyér kakaóval, meglátjuk, gyorsak leszünk-e, mint Norbi. Hogyan állsz a V8 felé? Jössz, nem jössz? Biztos, hogy jössz. Meg se kérdezem, hogy milyek a céljaid, mert már le kéne vezetni szerintem most az interjút, hogy hogyan érzed magad, mennyire örülsz a V8 bajnoki címnek. Na de ne szaladjunk azért még ennyire előre. Látunk majd ott? Hát tervezem, hogy indulok. Majd megnézem, milyen a mod. Hogyha tetszik, akkor biztos jövök. Ha nem tetszik, akkor is jössz, Max, megnyered. Így van. Lehetséges, előfordulhat. Azaz lesz mondani egy-két szavam. Megpróbálom, hogyha jövök, akkor megpróbálom azért, ne legyen olyan könnyű a dolgot. Örülünk, hogy jó a hangulat, és gratulálok Norbi a két futamgyőzelemhez és a bajnoki címhez, és hát sok sikert kívánok mindannyiótoknak majd a V8-ba, remélem mindenkit látunk. És hát akkor búcsúznánk, hiszen ennyi volt már a Massive MTCC. Legközelebb majd, most így fejből nem tudom, néhány hét múlva jelentkezünk majd a V8-as nyitó futammal. Igen, azt gondolom. Tessék? Három hét múlva jelentkezünk a nyitó futammal. Azt gondolom, érdemes lesz azt is majd végig követni minden egyes futamon, amit már az új, a megújult ARTV-n nézhettek, hiszen a holnapi naptól hivatalosan is megújulunk, új elérhetőség, új külső, meg annyi extra nyereményjáték és sok Mulet más... Mulet szebb lesz, egyéb... Hogy nem hagyod, hogy végig mondjam azt a mindenit, komolyan este mondom. Este 3-4-10 van, annyit beszélsz, hogy már az egyik fülemen be a másikon ki. Még csak 21 óra 42 3 percig beszélhetek, és most megzavartad a mondókámat, nem tudom, hol tartottam. A lényeg, a holnapi naptól nézzetek bennünket, még sűrűbben, hiszen megújulva jövünk, és az első éles adás a megújult ARTV-n, majd az Alfa Mor Racing F1 záró futama lesz Interlagosból. Megköszönöm a nézőknek a kitartó figyelmet ebbe a nagy melegbe, és a szurkolást kommentátor társamnak, aki szívja a véremet állandóan a közreműködést. Nagyon szívesen, mindenkinek jó éjszakát kívánok én is. Még egyszer gratulálok a dobogósoknak. Találkozunk a V8-as bajnoksággal, vagy ilyen formában, vagy olyan formában. Ugyebár, majd meglátjuk. És jó éjszakát, holnap pedig tartsatok velünk a korábban említett Alfa Amur Racing Form 1-es záró futamon. Velem pedig legközelebb vasárnap este 7:30-tól az Alfa Amura Racing VTCC bajnokságában találkozhattok. Most pályát nem tudok mondani. Én elköszönök. Sziasztok, jó éjszakát, jó pihenést. Kiegészítem. Majd Portimao jön. És hát akkor én is búcsúznék. További szép estét mindenkinek. Sziasztok, jó éjszakát. És grat még egyszer a dobogósoknak.